Szevasztok! Mert kalandos volt, mire eljutottam idáig ma, mert három mezben az egyiket a telefonon néztem, másik még elkezdett rettentően szaggatni, a harmadiknál meg megszakadt az adás. Tehát nem az, hogy szaggatott, hanem akkor vége, egyszer csak. Úgyhogy hát ott volt küzdés, de végül is teljes fordulót sikerült befejezni. Hallgassuk, mi történt. Commanders Ravens, az ESPN-ről, Joe Buck, Monday Night. Így, hogy össze-vissza nyomkodom a meccseket lejátszási sorrendben, egy kevésbé volt autentikus élmény, de azért Troy Aikman továbbra is képes fél percig röhögni lassan. Rettentő őszintének hangzik. Josh Johnson kezdett újra irányító poszton, de Justice Hill mozgatta a csapatot. Melyik csapatot? Ravens. Melyikben van Josh Johnson? Sose lehet tudni. Omaha? Vagy ott nem volt? Zay Flowers. Két elkapás, egy touchdown belőle. 26 yardról elkerülték őt a védők, majd ő került el a védőket. Ideálisnak hangzik. 6 play, 5 first down a Ravens-től, hát gála. Patrick Ricard végülis nem lett falember, marad 42-es, akkor elkapott egy paszt. Monken edző, keres neki valami munkát. Josh Johnsonra bemernek hívni futást, még ebben a korban is. És Josh Johnson elmer indulni önállóan. Tudja, hogy jár edzésre. Charlie Kolar, másodéves tight end, befutott két safety közé, 28 yardos paszt behúzott. Ez olyan jó volt, lemásolták utána még egyszer. Hiába szabálytalankodott a Washington. Nagyon ügyes a Kolar, hogy ezt megcsinálta? Hát nagyon ügyes, de beállt helyette Vokolek, ő is megfutotta az útvonalakat, szintén tight end, nem draftolták, kapta a labdát, touchdown. Most az a különbség, hogy a Kolár klasszis játékos volt az egyetemen, a Vokolek meg rossz volt. Ehhez képest, hát fiú, berajzoljuk, hova menjél, kapod a touchdown. Két vörös zónás touchdown. Travis Vokolek, mit akarsz, az új Mike Vrabel? Micsoda rendszer van itt a Baltimore-nál? Nem tudom, Mark Andrews megérti majd, hogy mit kell csinálni? Hogyha jön a labda, akkor mi is van? Fogjam meg? Jó. Prosé. Gyámoltalan volt elkapás közben a célterületen, elhozta előle a labdát Jartavius Martin interceptionre, és nagy visszahordás. Ideje búcsúzni, Prosé egy szomorú korszaknak utolsó hírmondója lehet, a gyenge elkapó állománnyal bíró baltimori időszak. Ki kell rúgni az alját most már? Tesztelték, hogy Tyrell Smuchivalas ugyanerre a sorsra jusson-e. Szerintem annak szurkoltak, hogy roncsa elő is, azt akkor mehet mind a kettő. Erre megint touchdown fogott Smuchivalas. White Goose-t lerázta, kezébe ragadt, hát jó. Most akkor milyen indokkal rúgják ki? Anthony Brown jött be a második félidőre irányítani. Nem a Huntley, nem a Lamar. Lábát jól használta a Brown, de hát nem annyira, mint a Keaton Mitchell, aki repesztett egy 30 yardos futást. Ugye Gordonnal meg a Hillel vannak rotációban. Hiába van az Anthony Gordon, édes öregem. Melvin Gordon. Hiába van jól fizetve. Azért nem mondanám, hogy ezáltal több labdát követelne magának. Owen Wright is kapott esélyt, de teret nem kapott, úgyhogy ő hátrafele haladt. Brown 25 yardra is elszabadult a földön, mint irányító, kár, hogy már másféle offenszt akarnak, pedig ez tavaly ez biztató lett volna. Végén lett volna esélye, mondjuk egy 70 yardos hélyméri touchdown úgy látványosan összejön, akkor meggyőzött volna biztos mindenkit, hogy maradjon, így azért nehéz lesz. Kezdő kommandó offense. Futás, futás, screen pass Robinsonnak. Aki a futó? Hát Eric Bieniemy nem sokat árul el a nagy trükkökből, hát milyen jó csinálja. Howell babusgatja a labdát, négy emberes nyomás odaér, ráülnek. Jó étvágyúak. Harmadik és 15 így megdobja Cole Turnernek. Hát akkor végül is így jó volt. Mindezt amúgy a tartalékhollók ellen hozzá kell tennem, még hogyha Howell-ék kezdők, hát az ellenfél nem az. Tartalékholló az mi, varjú? Megijesztette ezeket a védőket a Terry. Jelenlétével, egyrészt hát meg az elkapásaival. McLaurin, ez a teljes neve. Nem fair dolog bevezényelni a tarcsi linebackerek vonalába. Hogy akkor most fiúk, itt lenne a Terry McLaurin, aztán
próbáld már megakadályozni, hogy elkapja a labdát. Úgyhogy próbálsz bekerülni a keretbe, mint szerencsétlen linebacker. Ha megcsinálom, főnök, akkor, hát akkor, nem, hogy bennmaradsz, akkor kezdő vagy. Na nézzük, elkapta Terry fenéből. Datson is oktatta a kis nevűeket. Nem véletlen igazolták le Ronald Darby-t. Múlt héten a Baltimore-ok, mert a secondary eléggé rosszul van, és még kevesen is vannak. Na majd a Darby megoldja. Ő se jön hozzánk, akkor most már hozzánk nem kell senki. BNMI behívja az önbizalom növelő playeket. Kiu Blue Kelly jól lakott már a szünet előtt. Diami Brown is mellette fogott touchdown-t. Jól jött az összhang az egyetemről a Havellel, mi? Hát figyelj, előtte volt 3-ból 0 célba vétel, ami úgy összejött volna kettőjüknek, de hát az nem számít. Csak hogy amikor összekonnektáltak a célterületen, hát azt már gyakorolták edzésen. Meg is táltosodott a Diami Brown. Még Brissett passzát is megfogta, aki meg a rivális egyetemre járt korábban, na tessék, úgyhogy azt undorral fogta meg. Howell rohangált a tízesen belül, de nem engedték be, ellenfél tízesen. Rivera meg egy field goalt rúgatott, ha oda 3 yardosról. Bevállalta mester, hogy fiúk, 3-as. Jöjjön a rúgó. Sly maga biztos volt. Biztos átmenti majd a formáját a tét meccsekre és a Joey Sly, hát ő ilyen. Később megbánta Rivera, hogy nem támadott, hogy 4-3, na menjünk. Travis Jones beleütött Havel passzába, de Datsonnak így is jó volt. Most már megnézzük, milyen lett volna az eredeti. Antonio Gibson fogott egy touchdown-t a backfieldről indulva, nem checkdown, hanem rendes útvonalfutás, és akkor erőszakosan befejezte a Gibson, hát rá se ismersz. Támadó falban Cosmi jobboldali gárdot játszik. Most elő hallottam már pletykákat, de a felkészülés ott nem akartam elhinni, hogy ez most miért van. Hogy jobboldali tekülnek egész jó volt. Látják benne a Zach Martint? Hogy így a szélen egész jó vagy Cosmi, de bemész gárdnak, hát ott meg te leszel a legjobb. Ja, akkor megéri. Máskülönben azért a Wiley miatt nem tartanám belül. Második drive-ban volt egy holding a falban, behalt a támadás, de legalább a Pallardi bepantolta a labdát az egyesre. Így azért kínos. Cserevédők ellen nem csinálsz pontot. Amikor bejöttek a tarcsik, ugye Lukasz, mondjuk Lukasz játszott a left tackle helyén, elnézte a Moont, ő meg telébe kapta a kezdőirányítót, hát ennyi-bennyi, üzeni a faledző. Ricky Stromberg, akit hoztak centernek meglepetésemre harmadik körbe, centernek indult, meccs végén kicsit right guardot is játszott. Ha sérülés van, akkor őt fogják tologatni? Vagy akkor most mi van a Cosmival? Curtis Samuel-lel mi a helyzet? Hát ő részt vett a meccsen, jár a pecsét, de nagyjából ennyi. Rodriguez cserefutók közül fumble-t vesztett. Malik Ham okozta, azt hallottam, hoppá, Ivy Liga. Amit aztán Houston Carson visszavitte 14-esre. Így nem lehet bekerülni a Jonathan Williams elé a depth charton a futók között. Drága Rodriguez. Ki az a Jonathan Williams? Minden évben megkérdezett, hát hány szó mondjam el. Brissett és Bates nem értették meg egymást. Interception-t fogott így a Tay Hayes. Tay Hayes-nek ez már hanyadik csapata a preszezonban, harmadik? Inkább le is ült Brissett. Jöjjön akkor From. Maradékokkal, ez a csapatnak a neve, ugye, hogy már elsősor lement, második, és akkor ugye maradékok. Itt a Jake From megfelelő totem állat a tetejére. Összejött nekik egy touchdown drive. Derrick Gore, McGowan, Tinsley, Jared Patterson, ilyen nevek értek hozzá, ezek mind hát nem annyira ismert játékosok, de én tudom ezekik. Szóval Jared Patterson vitte a touchdown-t, kérem szépen, Trent Simpson rácsúzása ellenére. Így kerülsz be Jonathan Williams elé a depth charton, hogyha ilyeneket harcolsz, bár is nagyon ki akarják rúgni. Mármint a Patterson-t. Majd elviszi a Houston, biztos lehetsz benne, hogy legyen 2 Jared Patterson-juk. Most olvastam, hogy tegnap Houston Texans valami 4 embernek tartott tryoutot, még az erősítenének. 2-es kimaradt, de kaptak 3 percet meccsnyerő mezőnygólig elmenni. Kázmér Ellen indította a drive-ot, legjobb játékos ezen a néven. From jól kezelte Simpsonnak a nyomását, sorra generálta a medden a pályára az elkapókat,
Ezután egy Tremaine került elő a felező vonalon, de ott már megfogtak tényleg, hogy sajnos nem tudok rólad semmit, barátom. Kazmér még lopakodott kicsit, aztán Sly csizmaszárral bevágta 49-ről, megszakadt a széria, legyőzték a Baltimort. Forbes sovány cornerback szerelte a futót harmadik és egyre, defenseből ennyit kellene kiemelni szerintem, ami a Commanders-t illeti. Jó volt a Washington offense, de hát komoly ellenállást nem tapasztalhattak, így ez a minimális elvárás. Megoldották. Jobb, mint hogyha szenvedtek volna a cserék ellen. A Ravens szomorú, hogy most vége egy 24 meccs után, de jövő héten új széria indul, 8 évig nem veszíthetnek. Seattle Seahawks, DJ Dallas Cowboys mérkőzés. Első nap beszéltem a naplóban a Seattle-ről, most meg a tizedikben találkozok vele utoljára. Már is fejtettem, ezekben kik vannak. Hát van a Gino, Charbonnet, Distribúció, megfogja a Titan-t. Csere kovbolyok ellen mindez, ja, hát az könnyű. Derrick Young, ő elejti a labdát, pont. Bobo, double move-ot bemutatja, megeszi Bland, 20 yardos szál neki Gino-tól. UCLA football, az mit jelent? Az Charbonnet odajárt, megszoktak kicsit csinálva, hogy a Bobo után ő következik, nehogy már lefocizza a colos. Nyílik a lyuk, robban bele Charbonnet, vágta előre. Penge, elkapott egyet, ha már újoncok, de hát már mindenki tudja, gondolom, hogy csukló műtéten esett át. Jackson Smith. Nagyon bush panda vagyok ettől. A Rams, a Lions meg a Panthers kevésbé bush állatok a szezon elején, akik majd találkoznak a Seattle-lel. Drew Lock beállt, eltalálta Jackson Smith-t. Így kell mondani, mert van a Geno Smith is. Ez a teljes neve, Geno Smith. Tehát Jackson Smith, zárójel NG-ba. Amint elindult a felezőről keresztbe, rakja neki oda a Lock. Eric Scott Jr. tartotta a lépést, de hát a labdába nem piszkált bele. Ez egyesen leszerelte. Rettentő mismatch. Előző évben még ugye legjobb egyetemista elkapó, kerekítve egy átlagos cornerback ellen. Hát vajon ez ki fogja nyerni? Egy yardos touchdownt az bevitte DJ Dallas, Mr. Excitement. Beállt mellé Noah Fant, ment neki, Rocky Mountain Special, aztán újabb nagy játék Seattle, Cody Thompsonnak. Cody Thompson, hallod dog, 27 éves vagy, add át a helyet a Matt Landersnek, te már hova akarsz bekerülni? 2019-ben kerültél a liga közelébe, fogd a szerkódat, tegyed le, játszanak a fiatalok. Roughing the passer után vörös zóna, Mebri ideje, mindenki tudja, vágod rá egyből, hát akkor most bejön a Mebri. De a touchdownt azt Sir Roderick Thompson vitte be, a fullback Levi Bell volt, Texas State kiváló védőfal játékosa korábban, most bemegy támadni. Mi lehet olyan nehéz abba? Sir Roderick Thompson hallott 3. és 15-re, elfutott messzire, poszterre rakta a kovbolyokat, ez hihetetlen ez a csávó. A leglassabb futók egyike, aztán itt meg csoda történik vele. Arra számítottam, hogy elviszik majd UDF-halként, kivágják preszezon előtt. Most ezt megcsinálta a New Orleans, ahogy azt mindenki várta. Felszedi a Seattle, jól fut a gyerek. Hát ezek mit ittak? Na beállt Ehlers, aki ballal dob, de inkább fut, és akkor a bal kezébe fogja a labdát. Oda pörgetett egyet a Bobónak. Kezdett komolytalanná válni a meccs, hát van, aki ezt várta. Összehoztak egy 4. és 27-et. Hát arra azt mondta Carol Pant. Bevállalós az öreg, de azért nem mindig. Másik irányba Pantnál, Tyjon Lindsay nevű gyereknek volt egy jó visszahordása. Hát akkor már dobja is neked az Ehlers, megy be támadni. Volt egy QB sneak, ami előtt habozott Ehlers. Hát így nem lehet páncélautót vezetni, öregem. Ez itt a löveg. Jaj, zsinórnak hittem. Ehlers úgy játszik, mint akinek ilyen 3 edzés van a háta mögött, nem pedig 10 év. De jól áll neki ez a stílus. Ha elpattan a labda, hát majd visszakeresi. Biztos jó a hangulat edzésen. Olyan, mint a bukkal. Csak nem bánatodba sírsz, amikor látod, hanem úgy örömmel, hogy milyen kis aranyosan játszol.
Defense-ben ugye Sam Williams azért egy ügyes pass rusher, hiába cserékkel van, ő azért átmegy az A kereten is. Cross nem bírt vele, hiába az ismeretség Mississippi-ből. Elsiettem az S hangot, hamarabb kimondtam, mint kellett volna. Ismeretség Mississippi-ből. Most ön próbálja. Overshawn kidőlt 7 perc után sajnos. Újonc linebacker Texas. Nem voltam tőle elájulva, mint prospect, de hát szomorú, érted, hogy itt véget ért az idény részéről. Marquis Bell átvette a szerepét, aki ilyen hybrid safety linebacker. Volt neki minusz jardos szerelése, de most azért kevesebb szerütött a csörgő kígyó. Jason Myers berakott egy field goalt 57 yardról, 43-ról meg mellé kanyarított egyet. Voltak, ugyanaz a játékos maradtál. John Hall nevű elvileg elkapó gyerek egy pontblokkal vétette észre magát, ami bepattogott safety-re. Kilépett a cowboy hátul. Hát az nagyon jó volt, John Hall. Sok sikert kívánok a bennmaradáshoz. Ilyen vegyes defense-el állt ki a Seattle, de egész sok értelmezhető név volt benne. Julian Love, Draymond Jones, Kobe Bryant, Novosu, Maffey, de azért voltak alsóbb kategóriások is, azért Dion Bush volt a linebacker, meg a Peto Cannell. Bobby Wagnernek nincs szüksége edzőmeccsekre. Két szélen a Trey Brown, meg a Michael Jackson. Tolbert 30 yarddal égette Michael Jacksont. Hát neki nem lesz már kezdőhelye a továbbiakban, ezt azért tudjuk. Jaron Reed szekje után nagy veszteség, field goal távból ki, az ott impact játék volt. Cooper Rush irányított, újra Tolbertet nézte, Michael Jackson megint engedi. Harmadik az O'Connell zónájába ment, Tolbert irányába, de azt a földről szedte fel az elkapó. Azért volt elejtett labdája is a Tolbertnek, még mielőtt azért a Hall of Fame-be beavatnák, de látszik, hogy sokat fejlődött tavalyhoz képest. Felállnak fullbackkel, első fél időben kovbolyok. Na nézzük, Sean McKeon. Nincs alkalmasabb ember a keretben, hogy fullback legyen. Két yardos futás, nem a fullback mögött. Jalen Brooks mozgatta a labdát, inkább akkor vissza dobáláshoz. Ezt mindig elmondom, Jalen Brooks az az elkapó, aki sprinter volt az egyetemen, de a kombájnon lassan futott. Szinte mindenki gyorsabb nála. Bobo elhozta neki a reményt, hogy hát ezzel kell a paraméterek, és még lehetsz játékos. Törpin is beállt támadni, akkor ez csak az előszezon lehet. Hibátlan elkapó munka részéről. Elfogyott a pálya, Cooper Rush lesimítja Dowdle felé, rövid touchdown Dallas. Malik Davis is kifutotta, ami benne volt, Tolbert pedig Greer passzát is behúzta. A bravúr az nem jött ki a Greerből, mikor kimozogva visszadobott volna a pályára a nyalóka mellé, kilépett Stevens Jr. nevű csapattársa. Egyszer egy yardot szeretett volna felmozogni Greer atletikusan, ott meg elkapta Mice Adams, a nose tackle. Második fél időben Cowboys kezdett, Dontario Drummond azonnal nagy játékkal jeleskedett. Ezzel az infóval mit lehet kezdeni? Ki kell keresni, ki volt a védő, lehet, hogy az többet mond. De hogyha az elkapókat nézzük, az ugye nagy fehokót szerelte a screennél minuszban a kis Trey Brown, úgyhogy nem segített magán. Célterületen újra találkoztak, ott is a védő nyert. Trey Brown jutalma, tojáslabda. Schoonmakert most is a második hullámmal küldték pályára a McCarthy-ék, de Ferguson most nem volt előtte. Nem prioritás beépíteni. Tight end alapozás után a vörös zónába bejött Deuce Vaughn, bevitte labdát a célba. Ő ehhez ért. Dennis Houston lehúzott egyet a Bryant mellett, ami egy hosszabb labda volt, eléggé baljós Bryant szempontjából. Elsőre véletlen a Bryant helyett azt hittem, hogy Durant. Túl sok kosárlabdázó van már a fejembe. Jól reagált Greer, mikor meglepték egy labdával sípcsontra, náluk maradt, kihasználta, jól indított Drummond felé. Remekül utánozta Cooper Rush-t Greer, aztán picket dobott a célterületre. Na beszéljünk a szomorú részről, Hunter Lupke, egy futás, egy yard. Hiába pattant fel, hozzáértek.
Egyáltalán nem látom azt a játékost, akit korábban láttam. Mint hogyha folyamatosan izgulna. Drága Hunterünk, hogy jaj, most mi lesz? Nekiállt Greer akkor X-re menteni a meccset, Moreno Cropper feltűnt a drive-ban, majd egy védelmi pass interference, és már ment is a reménykedés, hogy itt meg lehet az X. De negyedik kísérlet lett, és Greer benyelte 20 yardos szekket a Tyreek Smith-től. Defense-ben Maffey deflektált, és útban volt a futásnál, az nagyon hasznos dolog. O'Connell meg a defense főnöke. Konvertált edge játékosként. Azt mondta neki a Carroll, figyelj, bemész MLB-ből lehozod, nem? Tavaly Montanában voltál, pass rusher voltál, nem lett a nagy probléma neked nem behúzódni. Mondjuk az O'Connellnek a játék intelligenciáját nem lehet megmérni olyan magas. Nem csodálom, hogy Pete Carroll imádja ezt a csávot, tehát ki nem imádja. Derek Hall csinált még egy szekket, de csak a végén. Nagyon kis nevűek ellen azt azért elvárod. Az embereim nem szerepeltek jól ezen a meccsen, de mások viszont igen. Így azért volt értelme megrendezni, még ha a sztárok inkább csak itták a Gatorade-et. Olykor két pohárból egyszerre. Saints Chargers. Ez jutott már csak Joe Lombardi korábbi és az előtti csapata egymás ellen. Ő szervezte. Eastern Stickkel jön a Chargers, hát pont parádé. Jobb védők ellen folyamatosan levegőbe volt a labda, de nem azért, mert dobták, hanem mert rúgták. Volt pár jobb passza Sticknek, de lehúzza az interception, amit Iadomnak lőtt el. Nem látott a szélről befelé húzódó cornerből semennyit, az ott fura volt Stick részéről. De felocsúdott utána, és touchdown drive-val válaszolt, azt ő maga futotta be. Mi az erősséged, Stick? Nagy hibáim után hamar visszatérek. Jaj, rendben. Egész végig fenn volt. Komplett meccsen Stick irányított. Negyedik és három. Várakozás. Még mindig várakozás. Zeg. Későn ébredt rá, hogy szabad futni negyedik kísérletre is. QB sneakből volt egy touchdownjuk, az nagyon hasznos gyakorlás, gondolom. Sticknek is, meg a cserefalnak. Szerettek volna egy győztes drive-ot vinni. Negyedik és 23. Feldobja quattro coverage-be Stick, arra még a James Winston is csettintett ott a másik oldalvonalnál, ha ott lehúzta ez a Bynum nevű elkapó. De nem jutottak elég közel vele. Negyedik és négy utána Blitz elhajítja Stick, interception Lonnie Johnson. Így reális. Azért itt a mákkal előrehajított labdák közül azért nem minden sikerüljön már, de hát a lényeg az, hogy Max Duggan bánkódhat. Vakon azért javult a megítélése ezen meccs után, mert Stick keveset segített magán. Úgyhogy játszott volna a hetedik körös rookie, lehet, hogy ő is keveset segített volna magán, ez az én tippem, de elnézve itt a helyzetet a Herbert mögött, hát jöhet a Flacco és Wentz. Mind a kettő jöjjön, most már tényleg azt mondja mindenki. Quentin Johnston dolgozhatott, lassan lendült bele, de megmutatta a potenciált. Valószínűleg a tétmeccseken is valahogy így lesz. Eltűnik, de amikor hozzákerül a labda, azért lesznek jó dolgok. És ha az a Keelan Doss még küzd az elkapók között. 2019-es Hard Knocks-ból. Keelan Doss. Azért kemény neveket ránt elő a múltból a preszezon. Jól játszott a Doss. Ez benne itt a szomorú történet. Még a gyenge labdákból is csinált playeket. Többet segített magán, mint a John Hightower. De most ezzel az információval is mit kezdünk? Tight end ígéret, Smart, nem robbantott nagyobbat, mint tavaly. Spiller elúzív volt a futók között. Múlt héten előítéletes voltam vele, de hát a számok azok mellette voltak múlt héten. Darius Davis fumble-je, punt returnből kipattogott oldalt, az olyan, mintha meg se történt volna. Támadásban hozzáférést kapott pár passzhoz, de remélik azért tétmeccsen nem szorulnak rá, hogy itt a ugróegér támadjon. Diane Henley és Tuli Toipolotu komoly képernyő időt kaptak Chargers TV-től. Előbb a játékával is rászolgált nullás ügynök, coverage-ben, pass rush-ban, minuszos szerelésben, futás ellen jól dolgozott, mindenben nagyon jó volt. Sok oldalú focit mutatott be Henley. Yassir Taylor elszenvedett ezt-azt.
gyenge pontja a defense-nek a slot cornerback poszt, ezt most Taylor újra megmutatta. Tui Polotturól azt mondták, hogy 20 évesen draftolták, hogy nagyon sokáig még a Joey Bosa-nak is azt mondta minden egyes megszólaláskor, hogy sir. Szóval hát mennyire oda teszi magát. Figyel, tisztelettudó. Hát figyelj, azért még egy sört nem vért magának. Ennek a Matlock hype-nak kevés az alapja, amit ott elővezettek. Ki az a Matlock? Őt vitték hátsó körbe Boise-ból defensive tackle. Olyan, mint a Heflin. Az ellenfélben van egy Heflin. Ha nem tudod ki a Heflin, akkor nem kell tudnod a Matlockról se. De ilyen barátságos meccsen megcsinálja a play-t a Heflin. Szóval, ha ő megcsinálja, akkor biztos, hogy az átmenthető majd magasabb szintre. Már pedig ezt szeretnék a Matlocktól. Bonyolult történet. CJ Okoye kapcsán azt szeretném tudni, hogy ő nem a Lawrence Okoye, csak úgy visszajött. Korábbi rögbiző, ki ismerné meg sisak nélkül. Most itt van az IPP programban ez az Okoye nevű. Hol van a Lawrence Okoye? Visszament? Angliába vagy az ELF-be? Nem lenne egy nagy stíl. James Winston hozta a szokásosat, beszélgessék már nagyobb nevekről. Dajkál bízik benne, hogy majd társai segítenek rajta. Winston nem lesz már más, de hozza magával a bravúrokat. Az benne van. Elég nehezen indultak amúgy ők is el. Kendre Millernek egy precízen a Will-be helyezett labda, az ami említést érdemel. Miller aztán touchdown-t is futott, úgyhogy már látom az Alvinka párhuzamokat két jó play alapján. Amikor fogyott az idő, Shaq Davis felé 43 yardost tett előre James, az nagyon szép volt. Haynertől is fogott egy komolyat Shaq Davis, hogyha a corner hajlandó lett volna felugrani, akkor nehezebb lett volna neki behúzni, de valamiért úgy döntött a corner, hogy ő ezt most talpon próbálja megakadályozni, az nem sikerült. De Shaq Davis meg a Kirklin nevű elkapók, az új Callaway és Lil Jordan Humphrey, akik ugye preseasonban úgy alkottak a Saints mezben, most ugyanezt megadja nekünk a Shaq Davis és a Kirklin. De már is kitúrták a Brian Edwards-ot, aki mennyivel nagyobb név volt, amikor elkezdődött a tábor. Az újonc A.T. Perry egy mozgatás után leült, ő eleget bizonyított már. Titan poszton a nagy kedvencem Krull, vagy Krall. Eléggé mélyen van a depth charton, de hát mindig jó újra látni Kenny Pickett korábbi csapattársát, hasznosá tette magát. Penning left tackle-t játszott, cserefallal, cserék ellen, átengedett egy 20 évest. Szekre. Most rutinból vagy erőből vert meg Tui Polotu, hogy érzett Penning? Mind a kettő igaz. Haynert jött ki a második fél időre, fél napig állt a zsebben, kimozgott, megeresztett egyet a Kirklin felé, felezőre, lett belőle 50 yard. Red zone-ban visszaállt menedzserbe, azért nem az ő játéka előrefele dobálgatni, és csak a Merriweather running back kaphatta a passzait. Gólvonalon megütötték Haynert, James visszajön, tus alól, touchdown Kirklinnek, nem ér. Nem ér, akkor field goal, az ér. Eléggé felemás defense állt ki New Orleansban, Bradley Robbie például sokáig fenn volt. Nem úgy, hogy alvás előtt, hanem a pályán. Ahhoz képest, hogy milyen múltja van. Defensive tackle poszton van azért a verseny, New Orleansban leginkább, ott a Roach és Sanders kezdett ezen a meccsen, tehát a Shepard nem. És Bressy fumble-t talált, Bressy nem lesz kezdő, az nyilvánvaló, rotációban ott lesz. Ki okozta a fumble-t, az azért fontosabb, Peyton Turner. Hát itt minden rendben lesz, hogyha már így beválnak a gyerekek. Nico Lalos teljesen felhízott, mert tavaly még ilyen linebackernek nézett ki, Ivy ligás, de mindvégig pass rusher volt, csak alulméretezett. Hát most már 270 fontot eléri, tehát akkor szint tisztán egy. Nico Lalos tavaly a Giants-be volt, marha jól játszott. Most ilyen 3 vagy 4 szekje volt a Lalosnak. Nehezen indokolja majd meg a Mickey Loomis a cutot, de ide ez kevés lesz, Nico. Biztos, hogy kivágják. De hát itt egészen durva, hogy milyen leíró statisztikákkal bír a gyerek. Coverage-be botladozott a New Orleans, de
olyanok, akik a pályára nem fognak felkerülni tét meccsen, úgyhogy elintézed egy válvonással. Azt szeretném kérdezni, hogy annak mi értelme van Dennis Allen, hogy 51 yardról nem a gruppi próbálkozik, aki egy UDFA kicker, hanem a Lutz. Oda megy a Will Lutz, 51-ről, ha berúgja gól. Oké. Most akkor jobb. Megy a gruppi, hogyha 51-ről mellé rúgta volna, hát jó, mellé rúgtad öcsém, hát akkor kivágunk. Ha berúgta volna, akkor meg, na, bebírja rúgni. Na lehet most ez így jobb volt. Látsz, jobban felkészült a szezonra ettől. Hát jobb volt a Saints a meccsen, mert jobb játékosaik voltak a pályán. Ilyen egyszerű ez. Általában a Chargers preseason meccsen az ellenfeleknél jobb játékosok vannak a pályán, kivéve a Rams ellen. Itt a vége. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, erre a második fordulóra is megvolnánk. Holnap pihenés NFL szempontból. Megpróbálok jönni akkor még egy búcsú CFL-lel. Mindig ezt mondom, aztán lehet még jövő héten is jövök. És akkor pénteken meg a harmadik preseason hét is elkezdődik. Ott csak két meccs, úgyhogy ezt gyorsan ledarálom majd. És akkor minden nap utána szintén. És azt követően meg, hogyha lement a keretszűkítés, kialakultak a gyakorló csapatok, akkor arról is lesz természetesen videó külön. Ez itt a további program. Várok titeket mindegyikre, és köszönöm azoknak, akik itt voltak. Folyamatosan minden egyes alkalommal, amikor kimentek a preseason naplók, mert tudom, hogy ezért nehéz téma, de aki visszajár, annak hálás vagyok. Úgyhogy gyertek majd még a továbbiakban is, mert hát az igazi izgalmak csak ezután következnek a harmadik héten. Szevasztok!